Jobbródi a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a Középpontban Fodor Gábort, magyar jogász, liberális politikust, 94 és 95 között volt oktatási miniszter, aztán 2008-ig volt környezetvédelmi és vízügyi miniszter, volt az SZDSZ-nek az elnöke és a liberális pártnak az elnöke, volt országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat! És hát megbeszéltük itt az elején, hogy picit előrébb szeretnénk kezdeni ezt a beszélgetést, méghozzá, ha nem haragszik ott, hogy ugye a 60-as években született, és hát akkor azért elég kemény világ volt még itt Magyarországon, tehát a tinédzser kora, illetve a fiatal felnőtt kora is, még azért a 70-es, 80-as évekre tehető. Hogy érezte ön akkor itt magát Magyarországon? Hát valóban így van, ahogy a kérdésben említette, más világ volt, természetesen Magyarországon, hát nem utolsó sorban Kádár rendszer regnált akkor, tehát ez egy kommunista diktatúra volt, még hogyha egy enyhébb változatban is. Ezt én is éreztem, főleg azért, mert ráadásul én nem Budapesten születtem, hanem Gyöngyösön, tehát vidéken. Vidéken ráadásul, talán még ha lehet ezt mondani, keményebb, ha lehet ezt a kifejezést használni, vagy elmaradottabb, vagy durvább volt ez a rendszer. Tehát ami Budapesten már egy picit megengedett volt, azért még vidéken nem működött. Például, hogy egy példával illusztráljam ezt. Én egy vallásos családban születtem és nőttem fel, és hát a 60-as, 70-es években vidéken ez hát nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte üldözendőnek számított. Tehát az én szüleimnek is ebből komoly hátrányai voltak az életben, és én például, amikor kis általános iskolás voltam, és jártam hittanra, akkor például azt az érdekességet tapasztaltam, hogy valahogy tornaórán kettőnknek az osztályból mindig dupla annyit kellett futni körbe az iskola körül, és ezt először nem tudtuk, hetekig nem tudtuk ezzel a másik kisfiúval, és aztán kiderült, hogy a tornatanárunk ő a helyi munkásőrszervezetnek volt a vezető, ez mindig elbújt vasárnap délelőtt a bokrok között a templomban, megnézte, hogy kik jönnek ki gyerekek, és ez a büntető feladatot kaptak. Úgyhogy hát ez így ment, tehát ezt most nem akarom természetesen ezt heroizálni, tehát ezt nem azt mondom, hogy ezek hatalmas hőstettek voltak, csak ezek a mindennapok részei voltak. Szóval az a helyzet, hogy ez egy más világ volt, szürke volt és unalmas az egész Kádár rendszer. Az ember úgy gondolta, hogy soha nem lesz vége, és szörnyű az egésznek a korlátoltsága és bigottsága. Tehát én körülbelül az én ifjúkoromban és kamaszkoromban nagyjából ebben nőttem fel. Nagy szerencsém volt, hogy az én családom egy nagyon nyitott gondolkodású család volt. Nagyon sok könyvünk volt, nagyon sokat olvastam, és tényleg ez a nyitott gondolkodás nagyon hozzásegített ahhoz, hogy másként gondolkodjak a világról. Talán az is, ha már politikai elemet bevihetek ebbe, hogy én gyerekkoromtól kezdve a Szabad Európa Rádiót hallgattam otthon, hiszen a családban is ez volt a szokás. Így aztán egy nagyon sok minden, ami akkor az iskolai tananyagban benne volt, megint csak, hogy egy példával illusztráljam, 1956 természetesen súlyos, rettenetes, borzalmas ellenforradalom volt, ugye a Kádár rendszer szerint, ahol a fasiszta elemek előjöttek, és meg akarták dönteni a fantasztikusan előrevívő kommunista rendszert. Na most természetesen nálunk, az én családomban, hát ez soha föl nem merült, hogy ebből bármi igaz lenne, tehát nálunk nyilvánvaló volt, hogy az ellenkezőjéről gondoljuk, és ez evidencia volt, tehát az én családomnak a marxizmushoz, a kommunizmushoz, a szocializmushoz még érintőlegesen semmi köze nem volt, és ez nekem nagy szerencsét jelentett ilyen szempontból a világnézetembe, gondolkodásomba. És megfogalmazódott önben már ekkoriban, tehát fiatal korában egyfajta tett vágy, hogy ezt meg kell változtatni? Vagy egyszerűen csak úgy alakultak a körülmények, vagy a történelem sodort arra, hogy aztán a rendszerváltásban közreműködő politikusként, közéleti személyként vett részt? Nem, tett vágy valóban volt bennem az a helyzet már 10 éves koromban is, és egyfelől egyértelműen ellenzéki gondolkodású voltam akkor is, még hogyha ez sokkal cizellálatlanabb volt, vagy sokkal kevésbé volt körvonalazott, mint később természetesen, akkor az ember inkább ösztönösen működik 10 éves korában. Tehát ez egyértelműen bennem volt, és apróságokat mi tettünk is, tehát a gimnázium, ahol jártam, hát mi természetesen olyan lázadó 10 éves fiatalok voltunk, sokakkal együtt, egy nagyon széles baráti köröm volt, tehát sokakkal együtt olyanok voltunk, akik kerestük a helyünket, és ez ilyen apró dolgokban nyilvánult, meg volt zenekar,
karunk, punk mozgalom, ugye akkor volt, az a zenében természetesen is egy punk zenekart csináltuk, én jártam zeneiskolába, de az volt a koncepció, hogy senki nem játszhat olyan hangszeren, amint tud természetesen. Szóval egy csomó ilyen lázadás volt bennünk, és ezek a lázadások nem csak egyszerű kamaszkori szokásos lázadások voltak, hanem azért benne volt egy rendszerkritika is, tehát azon túlment, még hogyha tizenéves szinten is. És aztán később természetesen ez, amikor egyetemre jártam, akkor kezdett egyre tudatosabb formába öntődni, ha úgy tetszik bennem. Sokan elmondják, akik abban az időben éltek, hogy a rendszerváltást nem lehetett előre látni, vagy legalábbis nagyon bizonytalan volt, hogy ez a rendszer meddig fog fönt maradni, egy évig, vagy még 30 évig. Ez valóban így volt? Nem lehetett látni, hogy recseg, ropog ez a rendszer? Ez pontosan így volt, ahogy most mondta a kérdésében. Tehát szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy előre látta ezt, lehetetlen volt. 1988-ban, amikor mi a Fideszt megalapítottuk, ez volt ugye az első ellenzéki szervezet Magyarországon, hiszen már volt előtte a Magyar Demokrata Fórum, de a Demokrata Fórum nem definiálta magát szervezetként, hanem azt mondta, hogy ő se nem párt, se nem semmi, tehát se nem szervezet, hanem egy mozgalom. Tehát a Fidesz volt az első, amelyik azt mondta, hogy én ifjúsági szervezet vagyok, és az egy darab ifjúsági szervezettel szembe, a kommunista ifjúsági szervezettel szembe van egy alternatíva. Tehát ez egy fontos lépés volt. Nos, akkor, amikor ezt megtettük, például 88-ban, és ugye sokakat közülünk behívtak ügyészségre, követtek minket, lehallgattak minket, tehát egyértelmű volt, hogy represszió van, és bármi előfordulhat velünk, ott benne volt a pakliba, hogy minket lecsuknak, és soha nem fogunk tudni ebben a rendszerben álláshoz jutni, számkivetettek leszünk ezen a társadalmon belül. Nyilván azért csináltuk, mert azt gondoltuk, hogy ez így már tovább nem mehet. Tehát éreztük a végóráit valamilyen módon ennek a rendszernek, de ezek a végórák mikor következnek be? Egy év múlva, két év múlva, vagy 15 év múlva, ez akkor egyáltalán nem volt világos. Amit most mondtam a végén, a 15 év is benne volt a lehetőségek között. Ugye, ha már itt a Fidesz alapítása szóba jött, akkor egy másik interjúban elmondta, hogy az akkor alapuló Fidesz rendkívül színes volt, akár világnézetileg is, tehát, hogy nem ugyanazt gondolták a világról mindannyian, akik részt vettek ebben. Ön már akkor is liberálisnak vallotta magát? Tehát, mert azt hallottam, hogy a liberális politikusnak mondja magát, és ezt nagyon szereti is hangoztatni, hogy ön bizony az nem baloldali, nem jobboldali, hanem liberális. Akkor is már ez így volt, vagy ez azért később alakult? Hát akkor is már nagyjából így volt, talán ez a pontos válasz, mert nem akarom másként feltüntetni az eseményeket, így visszafelé nézve, mint ahogy azok annak idején valóban voltak. Tehát azért egyikünknek se volt teljesen kialakult a világnézete akkor. De én egyben biztos voltam, hogy baloldali nem vagyok, illetve nem csak egyben, másban is biztos voltam, abban is biztos voltam, hogy ez a hagyományos konzervatívként sem akartam magam definiálni akkor 20 évesként. Tehát leginkább a liberalizmus állt hozzám közel, és ahogy egyre többet tudtam erről, és egyre jobban láttam a politikai tapasztalatot, és egyre biztosabb voltam benne, hogy én magamat valószínűleg liberális politikusként fogom meghatározni. Ugyanez így volt a Fideszen belül is, tehát nem volt ez annyira egyértelmű, hogy ki micsoda. Akkor kezdtük el magunkat meghatározni. Egyre inkábban volt a Fideszen belül egyébként olyan, aki határozottan baloldalinak és szocialistának vallotta magát, és az volt a baj a Kádár rendszernek, hogy nem igazi a szocialista, hanem eltért a szocialista elvektől. Volt, aki a nemzeti kérdést helyezte a középpontba, és inkább úgynevezett nemzeti gondolkodónak tekintette magát, és talán olyanok is voltak, igen, volt egy-két olyan fiatal ember is köztünk, aki inkább konzervatívnak vallotta magát. Ugye akkoriban azért a társadalom változása, tehát a rendszerváltással előhozta azt is, hogy a szabadság nagyon felértékelődött, mint érték, és gondolom ennek is köszönhető az, hogy azért az SZDSZ egy rendkívül népszerű párt volt. Ugye akkor azt elmondjuk a hallgatóknak, hogy a Fideszből kilépett, és az SZDSZ-nek a elnöke is volt, ahogy ugye be is mutattam önt. És az lenne a kérdés, hogy ez a fajta szabadság szeretet, ami akkor megnyilvánult akár az egész magyar társadalomban, ez hogy okozta, vagy hogy változott meg az, hogy az SZDSZ végül fölmorzsolódott, vagy eltűnt, már nincs? Ahogy ön is említette, valóban a szabadság egy központi kérdés a liberális gondolat számára, hiszen maga a liberalizmus a szabadságra épül. Hogy a három nagy európai politikai ideológia, mindegyiket egy-egy szóval meg lehet határozni, mi a fundamentuma,
a bal oldalnak az egyenlőség, a konzervatív oldalnak a hagyomány, és a liberálisnak a szabadság. Tehát valóban, ugye én is a szabadságot tekintettem a legfontosabbnak, ami természetesen egy rendkívül fontos érték is volt egy diktatúra után Magyarországon, amikor a rendszerváltás eredményeként végül is a demokráciát kellett megteremteni, felépíteni hazánkban. Úgyhogy ez lényeges volt és fontos volt, ma is lényeges, megjegyzem, nekem is, és azt gondolom, hogy sokaknak is. És a Fidesszel az volt a problémám a 90-es években, egyre több vitánk alakult ki belül, ennek volt személyes része is nyilván, de volt egy politikai része is, nevezetesen az, hogy én azt gondoltam, hogy mivel mi liberális párt vagyunk, egyre inkább a másik liberális párttal kellene együttműködnünk, és megtenni mindent azért, hogy ne legyen egy nosztalgia azért, hogy visszatérjenek a kommunisták szocialista mezben Magyarországon, és ehhez egy erős liberális blokkot kellene létrehozni, és a Fidesznek és az SZDSZ-nek egy nagyon komoly együttműködésre lenne szükség. Mások, a Fidesz akkori vezetői közül, ilyenek volt a Orbán Viktor, Kövér Lászlóik, azt gondolták, hogy az SZDSZ-szel nem kell együttműködni, ellenkezőleg az a legkomolyabb ellenfelünk. És ez ilyen értelemben egy politikai, taktikai, de azon túlmenően értékvitá is volt köztünk. És akkor, mivel én azt gondoltam, hogy egyre kevésbé liberális a Fidesz, ezért 93-ban sokakkal együtt, hiszen több százan kiléptek velem együtt, kiléptem a Fideszből, és néhány hónappal később az SZDSZ felkért rá, hogy a 94-es választásokon induljak el a színeiben, tehát így kerültem én oda. Akkor még 1994-ben és 90-ben is a második helyen a második legnagyobb párt volt az SZDSZ, és 94-ben is a választásokon ugyanezt az eredményt ért el. Tehát egy meghatározó, ahogyan is fogalmazott, meghatározó fajsúlyos politikai erő volt Magyarországon. A Fidesz visszaszorult egyébként. 92 körül a legnépszerűbb párt volt, 94-re visszaesett a támogatottsága. Épp hogy bejutott a parlamentbe. Szóval a szabadságnak, mint politikai filozófiának volt akkor tábora Magyarországon, volt ereje. Persze nem csak a szabadságnak, hiszen az SZDSZ-t, mint erősen antikommunista pártot is számon tartották. Tehát ez is a része volt az SZDSZ politikájának, de emiatt azért mégiscsak ezzel együtt a szabadság gondolatának elég sok híve volt akkor. És hát itt is merül fel a kérdés, hogy ugye aztán az MSZP-vel koalícióban kormányoztak. Ez így utólag mit gondol, hogy mennyire volt jó döntés? Már csak azért, mert így nem került be az SZDSZ-t, úgymond baloldalra az emberek fejében? Tehát, hogy akkor az is egy baloldali párt, és már nem találják azt a pártot, mondjuk a liberális pártot, amit ők a szabadságnak a letéteményesének tarthatnának. Igen, hát utólag ez elmondható kritikának, bár nem csak utólag kritizálták az SZDSZ-t azért, hanem közben is. Én azt gondolom, hogy az igazi hibát ott követte el az SZDSZ, hogy nem lépett ki ebből a koalícióból, akkor, amikor szükség lett volna rá, nem is az, hogy megkötötte. Ezt azért gondolom, mert amikor megkötöttük, az SZDSZ népszerűsége néhány hónappal később fölment. Tehát nem az volt, hogy a szavazók csalódottan elhagyták, hogy a volt kommunistákkal összeállt az SZDSZ, hanem a szavazók többsége azt gondolta, hogy úristen, sokkal jobb, hogyha nem egy egyszínű szocialista kormány van az országban Horn Gyula vezetésével, hanem hogyha már mégiscsak a szocialisták nyerték meg a választásokat, akkor inkább az SZDSZ-szel legyen koalícióban. Tehát ezt a akkori ellenzéki szavazók is inkább így gondolták. Úgyhogy szerintem itt utólag visszanézve is én azt gondolom, hogy helyes volt a koalíciókötés, de az nem volt helyes, hogy 96 után is benne maradt az SZDSZ. Tehát akkor, amikor nekünk már nem volt szerepünk abban, hogy a nagyon súlyos gazdasági válságot elhárítsuk, hogy a külföld bizalmát megnyerjük, hogy segítsünk abba, hogy tőke jöjjön Magyarországra, ahol nem volt egyébként külföldi befektetés, megfelelő szintű nem volt tőke, nem lehetett miből a szovjet birodalom összeomlása miatt, a KGST összeomlása miatt romokban heverő magyar gazdaságot és magyar ipart miből felépíteni. Tehát ehhez kellett segítség külföldről, és ehhez kellett az SZDSZ. Tehát nem adtak volna a nyugati országok segítséget Magyarországnak, hogyha azt látják, akik nem bonyolultan elemzéseket olvasnak, hanem azt látják, hogy ja, visszajöttek a régi kommunisták, akkor nem adunk segítséget. Nyertek a szocialisták, de együtt vannak azokkal, akik ellenzékben voltak a 80-as években, akkor itt valószínűleg rendben vannak a dolgok. Körülbelül ez volt az olvasat. Tehát Magyarországnak ez nagy segítséget jelentett, és 96-ra világossá vált, hogy ez a segítség jött, megvan, talpra fog állni az ország. Szerintem akkor ki kellett volna lépni az SZDSZ-nek a koalícióban azért, mert onnantól kezdve fölösleges volt a szerepe.
Muszáj ugranunk az idő miatt. Ugye az SZDSZ, ahogy már beszéltünk róla, hát felmorzsolódott, megszűnt, aztán ön később megalapította a liberális pártot. Ez a liberális párt miben másképp liberalista, mint mondjuk az SZDSZ volt? Vagy teljesen ugyanazt képviselte, vagy képviseli? Nem ugyanazt képviselte, már csak azért is, mert az SZDSZ-szel nekem aztán később egyre több problémám lett, mint sokaknak egyébként. Az SZDSZ-en belül is egy nagyon erősen megosztott pártá vált a végére az SZDSZ, leginkább azért, mert én például nem tartottam jónak, hogy teljes egészében a szocialista pártnak a, hát egyfajta szatellitévé, tehát egyfajta követőholdjává vált az SZDSZ, és mindenképp egy önálló arcot szerettem volna adni az SZDSZ-nek is. Ugye én már a végórákban lettem pártelnök, ez már akkor lehetetlen volt, olyan kaotikus állapotok voltak, és a liberális pártot is olyan pártnak képzeltem el, és olyan pártként is csináltuk, amely olyan tekintetben más, mint az SZDSZ, hogy nem baloldali liberális párt, az SZDSZ a végén már teljesen baloldali liberális pártá vált, hanem mindenféle jelző nélküli liberális. Tehát képes egy önálló pólusként megjelenni, ha kell szembe menni a baloldallal, ha kell kritizálni a jobboldalt, de legyen világos, hogy ez egy önálló liberális pólus. Nem azért, mert valami olcsó népszerűséghajhászás miatt középen akarunk állni, hanem azért, mert az európai politikának ez a három alappillére van. Ahogy beszéltünk már a beszélgetésben, a konzervativizmus, a szocializmus és a liberalizmus. Ez egy önálló politikai pólus, és nekünk azt kell képviselni, és nem pedig a szocialistáknak a védernyője alá bújni. De aztán ugye ebből a liberális pártból is kilépett, vagy legalábbis nem tölt be ott vezető tisztséget, nem tagja a pártnak. Ennek mi az oka? Az egész politikusi pályát unta meg, vagy nem, mégsem abba az irányba megy az sem, mint ahogy ön gondolta? Az a helyzet, hogy itt már elérkezünk ugye a mához lényegében, tehát én nem untam meg egyáltalán a politikusi pályát, sőt, azt gondolom, hogy nekem ez van tehetségem, képességem, tudásom is, tehát én ezt szívesen kamatoztatom, ha kell, de ha nem kell, akkor természetesen nem fogok rajta erőlködni fölöslegesen, hogy ez így legyen. Szóval én a liberális pártot azért hagytam ott, végül, mert láttam már 2018-ban, hogy nem fog tudni az ellenzék olyan értelemben, és az ellenzéken belül a liberális párt olyan értelemben önálló arcot mutatni, ahogy már itt az előző kérdés kapcsán erről beszéltem. Tehát számomra nyilvánvaló volt, hogy az ellenzék az egybe fog mosódni, és ez az egybe mosódott ellenzéknek a meghatározó figurája az Gyurcsány Ferenc lesz, és azon belül is a baloldali pártok. És én egy ilyen ellenzékben nem akartam részt venni. Tehát azt gondoltam, hogy nekem ebben nem lesz szerepem. Nem is akarom, mert nem testhez álló nekem ez az egész szerep. Tehát én ebben nem akarok részt venni. Ezért is mondtam le a liberális párt vezetői posztjára, és ugyan liberális párt most de jure, tehát jogilag létezik, de valójában már nem létezik, azt gondolom, mert beolvadt ugye a demokratikus koalícióba, illetve ebbe a baloldali összefogásba. Ennek mi az oka, ennek az összemosódásnak, az, hogy a baloldal így tömbösödik? Ugye a ellenzékben szeretik azt mondani, hogy persze a választási rendszer olyan, hogy nincs más választásuk. Ön mit gondol erről, valóban olyan, vagy egyszerűen ez egy könnyebb megoldás, egy könnyebb út, hogy akkor együtt és Gyurcsány Ferenc, mint vezető megjelenik? Hát nézze, sok tényező hozzájárult ehhez. Hát először is azért nem szabad elfelejteni a Fidesznek a szerepét. A Fidesz nagyon sok mindent megtette azért, hogy ez így legyen. Például legutóbb olyan választójogi törvénymódosításokat fogadott el, ami egyértelműen, hát gőzerővel abba az irányba terelte az ellenzéket, hogyha a labdába akar rúgni, akkor azt lényegében úgy kell tenni, hogy összefog, és egy listát állít, mert egyébként ki fogják egymást oltani a különböző pártok. Tehát az első számú tényező az a Fidesz és a választójogi törvény, ami erre kényszeríti az ellenzéket. A másik, hogy szerintem az ellenzéken belül, és elsősorban ugye a baloldalról beszélünk, hiszen az ellenzék pártjai elsőprő többségben baloldali, illetve szélső baloldali pártok. Egy volt jobboldali pártot látunk, amit azt hiszem nehéz ma már definiálni, hogy milyen. Ugye ez az antiszemitizmusból és a rasszizmusból és Európa ellenességből induló jobbikról beszélünk, amelyik ott van, és amely egyébként súlyos hiba szerintem, a vele való szövetség is az ellenzék részéről. Szóval az összes többi az mind baloldali párt, mind az MSZP-ből szakadt ki, vagy az MSZP-hez van valamilyen viszonya, vagy új balos, szélső balos párt. Szóval az a helyzet, hogy itt a
probléma az tartalmilag, hogy ezek a baloldali pártok nem tudták megoldani azt a kérdést, hogy van egy volt miniszterelnökük, Gyurcsány Ferenc, aki egyébként egy nagyon jó képességű és tehetséges ember, de mégis különböző egyéb okok miatt szerintem nagyon komoly tehertétel a magyarországi ellenzéknek, és az ellenzéki pártok nem voltak képesek megoldani azt, hogy elrendezzék ezt a kérdést, megszabaduljanak ettől a problémától, attól a súlytól, amely rájuk nehezedik, és lehúzza őket sok tekintetben. Hogy erre is egy utolsó példát mondjak. Annak idején 2017-ben például mi a Liberális Párt részéről mellé álltunk Botka Lászlónak, aki ugye a választások előtt néhány hónappal jelöltje lett volna a Szocialista Pártnak, illetve a baloldalnak arra, hogy a választásoknak nekifussunk. Én ezt az utolsó kísérletnek tekintettem, amely egy értelmes és jó kísérlet volt arra, hogy valahogy jöjjön egy olyan figura, aki már teljesített főpolgármesterként, nem főpolgármesterként, hanem szegedi polgármesterként. Van ilyen értelemben politikai múltja, nem az országos frontvonalban volt, tehát nem használódott el, lássuk világossá tette, hogy ő egy olyan baloldalt akar felépíteni, amely kifejezetten baloldali, tehát mi ebben legalább tisztán tudtunk volna együttműködni vele, liberálisok láthatóan, hogy mi nem vagyunk baloldaliak, de legalább itt azért tiszta értékrend van ezen az oldalon, tehát tudjuk, hogy kivel van dolgunk, és azt is világossá tette, hogy meg akar szabadulni a múlt árnyaitól, így a volt miniszterelnöknek a nehézkedésétől, és ahogy tetszik. Ez volt az utolsó kísérlet, azonnal megbuktatták a szocialisták, és hát ebből mi más következett, mint az, ami jelen pillanatban van. Úgyhogy sajnos ezért is mondtam, hogy én annak idején ezért is szálltam ki ebből, mert láttam, hogy ez lesz. Pontosan ez lesz, ahova most jutottunk, és ez nem jó szerintem. És mit gondol, hogy lehet ez, hogy Gyurcsány Ferenc egy ilyen túlélő? Tehát más politikusok azért ennél sokkal kevesebben elbuknak, és már a nevükre sem emlékeznek a választópolgárok. Ő pedig hát túlélte ezt az egész 2007-es, 2006-os történéseket, és visszatért. Hát ezernyi oka van ennek, de a legfontosabb szerintem az, hogy azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ő egy nagyon jó képességű ember, és e tekintetben mindenkinek illik megemelni a kalapját előtte. Tehát jó képességű, energiája van, nem adja fel. Az más kérdés, hogy nem adok fel valamit, az egy darabig erény, aztán utána meg értelmetlen makacság, mert akkor magával húz embereket, szervezeteket, politikai oldalakat. És ez történik szerintem már hosszú ideje, tehát a baloldal fogja valójában Gyurcsány Ferencnek, és ez óriási hiba, óriási baj szerintem Magyarországon. Tehát egyfelől nagyon jó képességű, másfelől nem szabad elfelejteni, hogy azért ugye a DK, amikor megalakult, kivált az MSZP-ből, a legaktívabb MSZP-sek kiváltak szerte mindenhol az országban, és elmentek a DK-ba, tehát ilyen értemben van egy a baloldalnak egy viszonylag aktív csapata, csatlakozott hozzá. Tehát az egy ilyen agresszív, rámenős, határozott baloldali csapat van mögötte, akivel tud dolgozni, egy csomó aktivista van körülötte, akik talán nem számban nincsenek olyan nagyon sokan, mondjuk a Fideszhez mérten, de nagyon aktívak és agresszívek, tehát ez sokat számít szerintem, sokat lehet belőlük kihozni, és van pénz természetesen, ez is sokat számít. Úgyhogy ezek a tényezők mind azt eredményezték, hogy hát ez a helyzet előállt. Ugye most az előválasztásnál is látjuk, ugye Dobra Klárát hozták ki győztesnek. Mivel tudja ön szerint megszólítani a DK a magyar társadalomnak, tehát azt az ellenzéki részét, hogy ő rászavaznak, és mondjuk nem a Karácsony Gergely jött ki győztesként, vagy akár a Márki-Zay Péter? Hát a legfontosabb mondani valója az ellenzéknek ma az, hogy Orbán Viktor menjen, azonnal távozzon, és a Fidesz is menjen. Ez a leglényegesebb politikai mondani való, azt látom, ami természetesen politikai mondani való, tehát számít, én számomra kevés. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem jó, hogy ez a fundamentum a politikai mondani valónak. Aztán azon túlmenően van persze más is, de én olyan igazi víziót Magyarországról, az, hogy valóban hogyan képzeli el Magyarországot és a magyar jövőt az ellenzéki oldal, nem nagyon látok, mert egyfelől több párt van, nyilván kompromisszumot is kell kötni egymással, így sok minden kioltja egymást, és ami van, az meg szerintem rettenetes. Tehát, hogy megint mi az, hogy ne csak általánosságokban beszéljük, hogy mi rettenetes. Hát először is rettenetes az, hogy az egyik fő mondani való az, hogy fel kell számolni a jogállamot Magyarországon, azért, hogy jogállamot teremtsünk. Tehát ilyet már látott az ember a történelembe, hogy visszautaljak a beszélgetésünk elejére. Hát én emlékszem a Kádár rendszerből erre. Hát ez egy állandó problémája volt a kommunistáknak, hogy lehet-e keresztül hazudni magunkat az igazságig. Hát az a helyzet, hogy nem.
Hát ezt szerintem érdemes leszögezni. Nincs jogállam úgy, hogy előtte felszámoljuk a jogállamot, tehát nem lehet úgy kétharmados törvényeket módosítani, hogy plusz egyszerű többséggel, ahogy tetszik, feles többséggel ezeket szépen megváltoztatjuk. Teljes abszurditás. Az azonnali felszámolása a jogállamnak lényegében polgárháborús állapotot létrehozása egy országban. Na most ez az egyik jelen pillanatban a jelenlegi ellenzéknek az egyik fundamentális pontja. Vállalhatatlan és tarthatatlan minden szempontból. A másik része, amit az ellenzéki képviselőjelöltek vitáiba is hallottam, hát azok a gazdasági részek. Az ember csak fogja a fejét. Hát megalapozatlan, tarthatatlan ígéretek tömege, amik hát az abszurditáson is túlmennek. Hát ez lehetetlen. Hát egy ország totálisan tönkre menne, amik itt elhangzanak. Az egyetlen józan hang Márki-Zay Péteré volt, nem is csodálkozom, hogy ő feljött most a harmadik helyre. Hát ő volt egyedül, aki ezekben a vitákban mondta, hogy na de hát adót még se kéne már emelni. Tehát nem ezzel kellene kampányolni, hogy adóemelések lesznek. Azért ami jó a Fidesz politikájában, azt mégiscsak meg kellene tartani. És ez az utolsó gondolat, aztán nem beszélek erről túl sokat. Szóval szerintem az ellenzék ott is egy óriási hibát követel, hogyha nyerni szeretne, azt azért látni kellene, hogy ebben az országban nem arról van szó, hogy egy szűk kisebbség támogatja a Fideszt, és diktatúra van, egyáltalán nincs diktatúra, az emberek demokratikus körülmények között választják meg a Fideszt, az másképp, hogy ezernyiokból lehetne kritizálni a kormánypártot, hogy hogyan korlátozza a szabadságot a gazdaságban, hogyan tesz meg mindent a sajtóban is azért, hogy a saját maga befolyása alá gyűri a sajtó egy részét, a közmédiumokat hogyan tette tönkre, tehát egy csomó dolog joggal elmondható velük kapcsolatban, de demokratikus választáson nyernek az a helyzet. Tehát az emberek többsége azt gondolja, hogy rájuk szeretne szavazni. Ezt tudomásul kéne venni, és ilyen értelemben ez nagyon fontos lenne, hogy azzal kellene szerintem indítani minden programot, hogy mi az, ami jó, és amit megtartunk a Fidesznek a javaslataiból, döntéseiből, amit idáig megtett, és mi az, amit másként akarunk csinálni, nem pedig azzal indítani, hogy mindent el akarunk törölni. De még azért az alkotmányra hagyj térjek egy picit vissza. Mi a vélemény erről az alaptörvényről, amit ugye a Fidesz-KDNP úgymond írt meg, most akkor fogalmazzunk így. Ugye a rendszerváltás idején volt egy nagyobb alkotmánymódosítás, 89-ben, ha jól tudom, azóta nem nyúltak az alkotmányhoz. És erre is hivatkoztak a Fidesznél, hogy hát azért vannak új problémák, új keletű dolgok, muszáj, hogy az alkotmány is módosításra kerüljön, és így jött be ugye az alaptörvény. És ez az, amit ugye az ellenzéknél kritizálnak, hogy ez úgy, ahogy van rossz, nem volt konszenzus, ezt úgymond egyedül a Fidesz írta, és hogy ezért ők ezt nem akarják elfogadni ennek a legitimitását. Mit gondol erről ön? Hát a kritikákat jelentős részben jogosnak tartom. Én is kritikus vagyok az alaptörvénnyel kapcsolatban. Szerintem komoly hibát követett el a Fidesz annak idején, hogy ezt keresztül erőltette az alaptörvényt. Én szerintem egy alkotmányt nevezhetjük alaptörvénynek, és most mindegy, én inkább az alkotmány kifejezésnél maradnék. Szóval szerintem egy alkotmányt azt úgy kellene megalkotni, hogy ott bizony kellene az ellenzéknek is a támogatottsága. Nem elvárható, hogy a teljes ellenzék támogassa, mert hát ilyen a parlamenti logika, hogy nyilván kritizálni fogja, de legalább néhány ellenzéki pártnak, vagy néhány ellenzéki meghatározó embernek, figurának a támogatása kellene egy ilyen alkotmányhoz azért, hogy szélesebb körű konszenzuson nyugodjon, mint pusztán a kormánypárt vagy kormánypártoknak a támogatottsága. Ez volt az alapvető politikai hiba, ez volt az eredendő bűn, ha úgy tetszik, az alaptörvénnyel kapcsolatban, és ez hordozza magával. Szerintem ez egy súlyos hiba volt a Fidesz részéről. Törekedni kellett volna néhány kérdésben legalább megállapodni az ellenzékkel. Egyébként pedig a másik oldalról az ellenzéknek teljesen alaptalan a kritikája arra vonatkozóan, hogy ez egy diktatórikus alkotmány, vagy illegitim, ezt is szokták mondani, most ugye a miniszterelnök jelöltek vitájában is folyamatosan elhangzott ez a szöveg, hogy illegitim ez az alkotmány, de hogy illegitim. Ezt azért azt látni kell, hogy politikai hiba volt a Fidesz részéről elfogadni, de teljesen jogszerűen fogadta el. Tehát a Fidesznek megvolt rá minden jogi felhatalmazását, kétharmada volt a parlamentben, nyugodtan elfogadhatta, és elfogadta szépen kétharmaddal. Tehát ez teljes egészében legitim az alaptörvény. Nem lehet megkérdőjelezni szerintem a legitimitását egy normális jogásznak sem. Teljes egészében legitim, az más kérdés, hogy hibás, politikailag hibás, hogy egy tartalmi elemet mondjak még, hogy én mit tartok hibának az alaptörvényben, például az alkotmánybíróság szerepének a megváltoztatását, azt egy fundamentális hibának tartom. Mi annak idején a rendszerváltásnál
Sólyom Lászlóval, Tölgyesi Péterrel és másokkal együtt, Antal Józseffel, akik ott voltak az ellenzéki kerekasztalban, ott ültünk együtt, és megalkottuk a rendszerváltásnak az alkotmányát, politikai és gazdasági konstrukcióját. Ez egy nagyon fontos elem volt, hogy az alkotmánybíróságnak van egyfajta politikai kiegyensúlyozó szerepe, tehát a jogállamiságnak az eszméjét, azt leginkább az alkotmánybíróság képviseli azzal, hogy bizonyos kérdésekben még a politikának is megállt parancsol. Ez a jogállamnak a lényege, hogy a politikai akaratnak bele kell ütköznie a jognak a korlátjába, hogy azt akármilyen politikai akarattal sem lehet átlépni. Sólyom Lászlóék az úgynevezett láthatatlan alkotmány elmélet ezt próbálták felépíteni. És ezt az alaptörvény teljes egészében negligálta, kidobta lényegébe az előző alkotmánybíróságnak a tevékenységét, működését, és egy olyan státuszt alakított ki az alkotmánybíróságnak, amely sokkal alárendeltebb szerepben van, lényegében nagyon sok tekintetben a politikának alárendelt szerepet tölt be, és ez szerintem hiba volt, egy fundamentális hiba. Nem, tehát hogy az önmagában problémás, nem, hogy egyáltalán szóba jön azért az, hogy ezt az alkotmány kukába való, a szemétbe való, és hogy ezt meg kell változtatni, hogy ön is az előbb utalt rá. Egyébként van erre jogi lehetőség? Ha mondjuk most az ellenzék nyerné meg a választást, de nem lenne kétharmada, akkor amit ígérnek, vagy amit mondanak, ez hogy lehet megvalósítani? Szerintem nincs rá jogi lehetőség, ez egy jogi vita. Egyébként több jogász azt mondja, hogy van olyan passzus az alaptörvényben, amelyre hivatkozva nevezetesen, hogy egy párt visszaél a hatalmával, és a hatalommal való visszaélés révén szerzi meg valójában a politikai hatalmat, ezért semmisnek lehet tekinteni az összes törvényt, amelyet hozott, és például az alaptörvényt is, amely ilyen módon született. Na de hát ez szerintem tarthatatlan ez az érvelés, tehát nincs mögötte realitás. Hát még egyszer hangsúlyoznám, tehát nem az történt, hogy fegyverek árnyékában volt Magyarországon szavazás, nem az történt, hogy a választásokat manipulálják, csalnak rajta, stb., hanem persze van egy küzdelem, azon már lehet merengeni, hogy előtte mennyire befolyásolják a szavazókat, sok mindent mondhatunk erről, de hát mégiscsak az ember bemegy a fülkébe, és szabadon dönt arról, hogy kire X-el lásd. A legutóbbi választáson érdekes módon az ellenzék nyert döntően az önkormányzati választásokon Magyarországon, akkor hogy a csodában van, itt diktatúra, egyszer az ellenzék is tud nyerni. Tehát egyszerűen minden tekintetben tarthatatlan ez az érvelés. Tehát, és szerintem borzasztó romboló is, mert az emberek egy jelentős részében a most feltüzelt ellenzéki szavazókban, akik utálják a Fideszt, utálják Orbán Viktort, és szerették már az egész Fideszt mindenestől miniszterelnököstől elküldeni, ő bennük azt az illúziót kelti, hogy akkor most persze, most megint jön egy újabb forradalmi változás, mindent eltörlünk, és akkor megint kezdjük újra előről. Hát szerintem ez butaság. Ha már ezt kimondtam, még egy gondolatot ehhez. Én szerintem egy éretlen társadalom képét mutatja az, amely társadalom állandóan újra akar kezdeni sok minden. Tehát, hogy a történetnek van kontinuitása, az más kérdés, hogy egy diktatúra után, egy rendszerváltás idején nem azt mondjuk, hogy hát persze, hogy folytatni akarjuk a diktatúrát. Nem, az tényleg egy újrakezdés, az egy rendszerváltás. Ma is vannak, akik azt mondják, hogy most rendszerváltás lesz, mert leváltjuk az Orbán Viktort. Nem, nincs semmiféle rendszerváltás a szükség Magyarországon, mert demokrácia van. Demokráciában lehetnek komoly változások, politikai változások, de a rendszer az a piacgazdaság és a demokrácia. A demokráciát le lehet váltani diktatúrára például. Másra nem, más demokráciára nem, mert az miért lenne váltás. A piacgazdaságot is le lehet váltani tervutasításos gazdaságra. Miért lenne más? Azon lehet egy csomó szabályt változtatni természetesen, de ezek a rendszerek. Tehát nincs rendszerváltás Magyarországon, és még egyszer hangsúlyoznám, az egy érett ország, ahol próbáljuk a különböző hagyományokra építeni azt, ami most következik. Tehát nem kidobni akarjuk az ablakon, nem azt mondjuk, hogy a rendszerváltás elmúlt 10, 20, meg 30 éve az nem ért semmit, és majd most kell jönni valami másnak. Ez szerintem a teljes éretlenségnek a jele az a helyzet. Tehát szó sincs erről. Egy csomó mindenen kell változtatni. Minden generációnak meg kell fogalmazni a maga igényét. A saját arcára kell a saját hazáját valamilyen módon alakítani, de akkor cselekszik bölcsen, hogyha ezt úgy teszi, hogy próbálja beépíteni az előtte lévő jó és hasznos dolgokat, amelyek születtek. Még egy picit több van ugye fél évnél a választásokig. A jelenlegi helyzetben látva ezt a fajta kampányt, kommunikációt, mit gondol a végeredményt illetően? Van esély arra, hogy az ellenzék elvigye a választási nyereséget? Nagyon komoly esély van rá szerintem. Az más kérdés, hogy jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a Fidesznek áll az ászló, de van az ellenzéknek erre esélye, méghozzá azért, mert elég közel van egymáshoz.
a Fidesz és az ellenzék támogatottsága, még akkor is, hogyha a Fidesz áll jobban jelen pillanatban. És az ilyen helyzet ugye azt eredményezi a politikában, mi, akik ugye ezt a műfajt ismerjük, tudjuk meg, ha úgy tetszik, tényleg hát én is ismerem 30 éve, tehát az ember rezdülésekből, és tudja, hogy mi a helyzet. Szóval egy ilyen szituációban a végén valami váratlanul bekövetkező esemény egészen más eredményt tud kihozni. Tehát, hogyha minden menetrendszerűen megy, akkor a Fidesz meg fogja nyerni a következő választásokat. És de hogyha mondjuk egy borkai botrány, vagy utaljak a legutolsó önkormányzati választásokra, beüt az utolsó pillanatban, lásd, ahogy ez be is következett, a 2019-es választásoknál egészen át tudja írni az eredményt, hogyha az utolsó pillanatban egy ilyen van. Na persze, nyilván erre készülnek a pártok. Tehát gondolom az ellenzéki oldalon számtalan ügyet tartanak betárazva, hogy ezt szokás mondani, amikről azt gondolják, hogy hasonló súlyú lesz, mint a borkai botrány, ez vagy így lesz, vagy nem lesz. De azt gondolom, a Fidesz oldalon is tartanak hasonlókat azért, hogy ők meg ellencsapásként ezeket elő tudják húzni, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e ilyen az utolsó pillanatban. Egyelőre úgy látom, hogy a tendenciák alapján a Fidesz áll jobban, de még egyszer hangsúlyozom, egy olyan helyzet van most, amikor az ellenzék is befuthat sikeresként jövő tavasszal. Mint Fidesz alapító, ön hogyan látta ezt az elmúlt 10 évet? Ha most a Fidesz kormányzását nézzük, a politikai manővereiket, az, hogy milyen intézkedéseket hoztak, nyilván figyelemmel kísérte, és megvan a vélemény erről. Igen, tehát szemben a baloldali rettenetes közhelyekkel, én még egyszer szeretném leszögezni, hogy nincs diktatúra Magyarországon, ez végtelen ostobaság, és legitim az alkotmány is szól. Tehát ezek végtelen zöldségek szerintem. Ezzel nem is akarok ezzel többet foglalkozni, beszéltünk ebben a műsorban, de pont azért indítottam ezzel, mert ezzel együtt viszont ezernyi dologért kritizálható a Fidesz. Tehát én azt gondolom, hogy nekem az egy súlyos csalódás, hogy a kétharmaddal a Fidesz nem arra törekedett, hogy megszilárdítsa a demokráciát Magyarországon, hanem egy többségi demokráciát hozott létre. A többségi demokráciának én nem vagyok a híve. Én a konszenzuális demokráciának vagyok a híve. Mi a különbség a kettő között? Többség demokrácia az úgy működik, ha többségem van, akkor mindent viszek. Mindenbe én döbtök meg, hiszen az emberek felhatalmaztak erre. A konszenzuális demokrácia pedig az, amit egyébként a rendszerváltáskor mi megalkottunk, hangsúlyoznám még egyszer Sólyom Lászlóval, Kis Jánossal, Tölgyesi Péterrel, Antal Józseffel közösen. Hát az arról szól, hogy bizonyos kérdésekben hiába van többségem, törekednem kell arra, hogy a kisebbségnek a támogatását és egyetértését is megszerezzem, például egy lépéshez. Erre is mondjak egy példát, hogy mire gondolok. Például ennek egy szép motivuma volt az, hogy a rendszerváltás úgy kezdődött, hogy az MDF nyert, megalakította a kormányt, kétharmados törvényeknek a körét le akarta szűkíteni, kérte az ellenzék legnagyobb pártjának, az SZDSZ-nek a támogatását, és felajánlotta az SZDSZ-nek, hogy a köztársasági elnököt az ellenzék jelölje. És így lett Göncz Árpád köztársasági elnök. El tudunk ma képzelni ilyen helyzetet? A Fidesz kormányzása idején, hogy a Fidesz azt mondja, hogy kérem szépen, én bizonyos kérdésekbe akarom az ellenzéknek is a támogatottságát, természetesen a kormányozni azért akarok, mert az emberek engem erre felhatalmaztak, ott nincs feltétlenül szükségem az ellenzék támogatására, de néhány lényeges kérdésbe igen, ezért felajánlok nekik. Gesztusként is valami fontos pozíciót, akár köztársasági elnökséget, vagy bármi más. El tudunk ilyet képzelni? Lehetetlen. Tehát ma már nem erre áll, tehát 10 év után nem erre áll rá az agyunk Magyarországon, és ez óriási hiba szerintem. Hát ez egy súlyos, nagyon-nagyon súlyos hiba a Fidesz részéről, amit az elmúlt 10 évben elkövetett. Szerintem nagyon romboló ez a magyar társadalom számára, ahol bizony van hagyománya a szembenállásnak. Sokan szoktak erről beszélni, hogy még egy gondolatot ehhez hozzátegyek, hogy mennyire borzasztó az, hogy Magyarországon ilyen iszonyatos gyűlölettel feszülnek egymásnak a politikai táborok. Sajnos azt kell, hogy mondjam, ennek van hagyománya. Ne felejtsük el, a 19. században micsoda indulat volt egymással szemben Széchenyi és Kossuth hívei között, a kiegyezés hívei és a függetlenség hívei között. Nem álltak egymással szóba, hazárulónak tekintették egymást, gyűlölték egymást. Aztán később a népi urbánus vita a 20. századnak az első felében, ami eltartott egész a II. Világháborúig. Hát az is egy súlyos indulatokat generált, és emberek nem álltak egymással szóba, hazárulónak tekintették egymást. Sajnos ezeknek a végletes indulatoknak Magyarországon, ennek a kettéosztottságnak van hagyománya.
Ezen nem tudunk úgy fellépni szerintem, a többségi demokráciában gondolkodunk, akkor örökké lesz egy többség, amelyik a másikat a nemzetnek nem tartja részének, ahogy a Fidesz részéről a baloldal irányába számtalanszor elhangzott, hogy a baloldal az ráront a nemzetére, mondta ugye a Fidesz egyik vezetője. Ez szerintem egy nagyon rossz mentalitás, egy rossz gondolkodásmód, tehát igen, éljünk azzal öntudatosan, hogyha választók minket megbíztak valamivel, de legyen meg bennünk pont ez az öntudat, pont ez a büszkeség, az erőnkbe való bizalom, hogy tudjunk gesztusokat tenni a másik irányba, és ezek a gesztusok hiányoznak, és ez baj szerintem. Most egy pár éve van ugye, hogy nem tölt be, nem tagja egyik pártnak sem, tehát hogy hivatalosan tervezi, hogy visszatér, és hogyha visszatérne, most a liberális pártot leszámítva, melyik pártba találná meg ön szerint a helyét? Hát nézze, én nem tervezem most konkrétan, hogy visszatérek, mert nincs hova. Olyan értelemben, hogy mondtam, hogy én tudatosan álltam fel, mert ebben az ellenzékben én nem akartam részt venni. Tehát a műsorból talán elég egyértelműen kiderült, hogy mit gondolok róla. Tehát nekem egy olyan helyen, ahol eleve elfogadhatatlanak tartom azt, hogy illegitimnek tekintik az alkotmányt, és mondom, olyan elképzelésekkel kampányolnak, amelyek szerintem gazdaságilag tarthatatlanok, nyilván nekem nincs helyem. De másfelől meg látja a véleményemből is, hogy azt gondolom, hogy az a hiány, ami ma Magyarországon van, mármint, hogy nincs liberális párt, mert ugye ma egy darab liberális párt nincs Magyarországon, az a helyzet, ez szerintem baj, mert ez az európai hagyomány. Tehát az európai hagyomány nem az, ez kétségtelen, hogy van egy angol száz hagyomány arra, hogy van kormánypárt és ellenzék, tehát van egy munkáspárt, és van egy konzervatív párt, bár még ott is vannak liberálisok, még hogyha gyengébbek is. Tehát van egy ilyen angol száz hagyomány is, de a kontinens döntő részének fundamentális hagyomány az, hogy van ez a három komoly politikai erő. Nagy baj, hogy Magyarországon ez nincs. Tehát leszűkíti a választóknak a választási lehetőséget. Szerintem nem csak én vagyok ezzel így, hogy a mostani választáson iszonyatos bajban vagyok, hogy hova szavazzak, mert nyilván én a Fidesz nem szeretném támogatni a szavazatommal az előbb elmondottak alapján, de az ellenzéket se fogom támogatni a szavazatommal ebben a formában, hogyha továbbra is ezen a programpontok alapján áll fel. Tehát egy sok ember van szerintem, aki hasonló helyzetben van, hogy szeretne valami épkézláb megoldást, de nem látja a jelen politikai helyzetben. Így lehet, hogy még a kutyapárt is bekerül. Hát még a kutyapárt is. Egyébként a kutyapárt ezért népszerű, amit elmondtam. És nagyon sok ember számára, mert ez egy ilyen menekülési választás, de azért a kutyapárt mégiscsak kutyapárt, tehát azért azt komolyan ne vegyük egy pillanatra se. Tehát az egy protest, tehát kifejezetten egy ilyen ellenálló szavazat az a helyzet. Szóval visszakanyarodva az előző kérdésére, tehát én azt gondolom, hogy én, ha lenne értelme, és rám szükség lenne, természetesen biztos lenne olyan, amiben szívesen részt vennék. Egyelőre ezt rövid távon nem tervezem. Most egy kutatóintézetet hoztam létre, amely persze nagyon nehezen megy, mert itt a járvány lehetetlenítette a rendes működésünket, és hasonló dolgokat tervezek, de természetesen a politika érdekel foglalkozom vele, és nagyon szívesen segítenék abban, hogy jöjjön létre egy liberális erő Magyarországon. Azt ugye tudjuk, hogy Orbán Viktorral együtt katonáskodott, illetve még együtt is laktak Koleszban, ha jól tudom. Tartják a kapcsolatot? Egy szobában laktunk, egy és szobában. Nagyon jó barátok voltunk, így van, és nagyon, nagyon hatottunk, és egymásra én is nagyon-nagyon szerettem a Viktor, rám is nagy hatással volt, és talán mondhatom nyugodtan, hogy én is ő rá. Tehát nekünk ez egy nagyon mély és komoly barátságunk volt. És aztán utána, amikor én kiléptem a Fideszből, akkor megszűnt ez a kapcsolat, de utána mind a ketten tettünk a 2000-es évek elején erőfeszítést arra, hogy normalizáljuk egymással ezt a kapcsolatot, mert még egyszer hangsúlyoznám, ez egy nagyon fontos kapcsolat volt mind a kettőnknek, lényeges volt a másik az életében, és ez be is következett. Tehát elkezdtünk egymással beszélgetni, és nyugtáztuk azt, hogy számtalan politikai kérdésben vita van köztünk, és nem ugyanazt gondoljuk, de az is világosá vált, hogy lényegében ezeket a beszélgetéseket úgy tudjuk folytatni, mint a soha abban nem hagytuk volna őket. És azért ez egy nagy erény. Tehát én azt gondolom, hogy én azt is fontosnak tartom, minden örjöngés, kritika ellenére, tudom, hogy milyen ilyen habzószájú a magyar média és
a közélet is e tekintetben. Szerintem az emberi kapcsolatok igenis fontosak, mert azok tesznek emberré minket. Tehát fontosak a politikai nézeteltérések, de vannak ennél lényegesebb dolgok az életben. Tehát az emberi mi voltunk, azért az, hogy hogyan tekintünk az emberi méltóságra, hogyan tekintünk lényeges, fontos erkölcsi kérdésekre az életünkben, azok lényeges dolgok, fontos dolgok, fundamentális dolgok, felülírják a politikai nézeteltéréseket. Tehát én igyekszem másokkal is tartani a kapcsolatot, akikkel akár régebben elválasztott minket a politika, vagy más, egymástól, tehát szerintem ott is az emberi dolgokra kell törekedni. Tehát ilyen értelemben van köztünk egy normális emberi viszony. Hát nem mondom azt, hogy összejárnám, mert szó sincs erről, de ha találkozunk egymással, akkor biztos, hogy mind a ketten örülünk ennek, és szívélyesen tudunk egymással beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és sok sikert kívánunk a Kutatóintézethez. Fodor Gáborral beszélgettem. Köszönöm szépen.